Hello, hello! Jó napot kívánok mindenkinek! Ma megint csinálunk egy ilyen francia videót, de hogy kell franciául olvasni? Kezdjük, jó? Most tanuljuk az O-N meg az O-M betűt, amit mindketten úgy mondunk ki, hogy on. On. Tudom, hogy ez nehéz magyarul, vagyis egy magyarnak kimondani, de azért próbálgatni kell nagyon. Innen jön az... Az orrunkból jön ez a un. Un. Mint például un pont. Un pont. Az egy híd. Un pont. Egy híd. És például tomber. Tomber, ami azt jelenti, hogy elesni, vagy esik, vagy itt is megint attól függ, hogy miről van szó. Tombe, például, la pluie tombe, la pluie tombe, esik az eső, la pluie tombe, esik az eső, vagy il est tombé, elesett, il est tombé, il est tombé, elesett. Az O meg a U betű együtt, az a U, mint például le cou, a nyak. Le cou. A J meg a G betű, az J, mint például je, én. Mint je suis, én vagyok. De nem mindig je. Szóval tanuljuk meg, hogy mikor je és mikor más. A J betűvel mindig je, szóval ja, je, ji, jo, ju, ji, mindig je. De például a G betűvel ji, je, je, ji, ezek je, de a, u, o betűvel pedig ga, gu, go. Ga, gu, go. Szóval adok egy példát. Garage. Garage. Az persze a garázs. És amikor g kimondást akarunk csinálni a i betűvel például, akkor u betűt rakunk a g meg a i betű közé. Például guirlande. Guirlande. Lande, une guirlande. A guirlande az, nem tudom pontosan, hogy kell mondani magyarul. Guirlande, az létezik. Azt, amit rárakunk a karácsonyfára karácsonykor. Szóval une guirlande. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és majd legközelebb is találkozunk. Sziasztok!